Hosszú évtizedekre nyúlik vissza a német nemzetiségi kultúra ápolása a Szekszárdi Dienes Valéria általános iskolában. A megyei jogú városban elsőként oktatták ebben az intézményben a német nyelvet, mondja az igazgató. Magát a nemzetiségi napot 7 éve rendeztük meg először az iskolában, először még a Wunderland Kindergarten segítségével, 5 éve pedig már önállóan, illetve pályázatok segítségével. Nagyon sokaknak az iskolából, a kollégáknak és a gyermekek közül is német nemzetiségi elődei, ősei, nagymamái, dédmamái vannak, és számukra is nagyon fontos az, hogy ezeket a hagyományokat, amikben ők éltek, születtek, azért az unokák is megismerjék, és egy picit közelebb kerüljön hozzájuk. A német nyelv tanulása is éppen ezért nagyon fontos az ő életükben, úgyhogy erre mi nagy hangsúlyt is fektetünk, hiszen bázisiskola is vagyunk, és a programunkban is többek közt ezt tűztük ki az egyik fontos célul, hogy a nemzetiségi hagyományokat kutassuk, ápoljuk és átörökítsük. Tulajdonképpen nem csak a napon zajlott, ezen a napon zajlanak a programok, hiszen az egész hét erről szólt már. Minden nap valami külsős helyszínen voltak a tanulóink, bizonyos évfolyamokon, Mecseknádasdon, Bátaszéken, Baján ismerkedtek meg a németek kultúrájával, megismerkedtek a tájházzal, illetve rétest készítettek. És a mai napon is nagyon érdekes program vár, minden évfolyamnak más és más helyszíneken szerveztünk különböző hagyományőrző programokat. Van például tánctanulás, Németh Tibor segítségével a Steyer citerát is megismerhetik a gyerekek, kézműves foglalkozásokon vesznek részt, van, aki felmegy a Heinek Otto emlékházba és megtanulják az igazi sváb rétesnek a készítését. Egy évfolyamunk Geresdlakra utazik, ők megismerik az ottani tájházat, a kiállításokat és a híres nevezetes geresdlaki gőzgombóc készítésének a titkát is. Sütni is fognak itt helyben a tanulóink, és megismerhetik a régi iskolának a felépítését is például, vagy a régi sulis szokásokat, tantárgyakat és eszközöket is. Az iskolában 480 diák jár. Az igazgató elmondása szerint 75%-uk tanul német nyelvet. Heti 6 órájuk van, ebből 5 óra német nyelv és irodalom, egy pedig német népismeret, illetve a két nyelvű osztályoknak szakos órákat is tartunk két nyelven, például német természetismeretet, éneket is tanulnak két nyelven, testnevelés órán is zajlik két nyelvű oktatást, földrajzot és történelmet is két nyelven tanulnak a gyerekeink.